Igazából azon szerencsések közé tartozom, akik szerintem nagyon pozitív szülésélményt éltek át mind a kétszer. Amikor az első várandóságom elérkezett, tulajdonképpen az első pozitív teszt után tudtam, hogy mindent el fogok követni annak érdekében. Persze nyilván, ami rajtam múlik, hogy természetesen szülhessek, és hogy elkerüljem a császármetszést. És ezért nagyon örültem, amikor a várandós gondozás keretein belül egy szórólap a kezembe került, ami egy módszert tanított meg tulajdonképpen, amiről én korábban abszolút nem hallottam. Tulajdonképpen ez egy ilyen vizualizációs technika, amit be lehet otthon még a szülés előtt gyakorolni. Hát én elmentem erre a tanfolyamra, elvégeztem, és nagyon-nagyon sokat gyakoroltam, tehát ezt tényleg úgy kell érteni, hogy az első szülésem utolsó hónapjait, az első szülés előtti utolsó hónapokban napi több órát relaxáltam, ugye akkor már nem dolgoztam, és ez egy nagyon mély relaxációs állapot, egy, majdhogy nem azt lehet mondani, hogy egy módosult tudatállapot, amelyben erős képek vezetnek. Azt tudni kell, hogy mindkét szülésem ugyanabban a kórházban történt, egy budai kórházban, és nagyon büszke vagyok rá, hogy tulajdonképpen kórházi körülmények között is meg tudtam valósítani azt a fajta tényleg csodálatos és háborítatlan szülésélményt, ami egyébként szerintem nagyon ritka kórházi körülmények között. Én készítettem egy szülési tervet, amit pontról pontra átbeszéltem a szülésznőmmel, illetve a választott doktornőmmel. Nem sietett a kisfiam a világra, betöltöttem a 47-et, és sehol semmi jele annak, hogy ő meg kívánna születni. A doktornőm azért már megpengette akkor, hogy túl sokat nem tudunk várni, mert hogy a kórházi protokoll szerint nem várják meg már a 42. hetet, tehát a betöltött 41. hét után szülésindítás lesz. Amit én mindenképpen el akartam kerülni, mert ugye nagyon sokat hallottam mindenféle fórumon arról, hogy az egy kicsit elveszi az irányítást a nő kezéből. Hát sajnos elérkezett az a pont, amikor a doktornő kitűzte a szülésindítás időpontját, és előtte két nappal már én azt gondoltam, hogy na itt az idő mindent megtenni annak érdekében, hogy elinduljon a kisfiam, és hát egy kicsit rásegítettem akkor a dolgokra, ezt a bába koktél nevezetű dolgot megittam, elkészítettük otthon a konyhába, és megittam, aminek hatására tulajdonképpen pár órán belül rendszeröződtek, az egyébként akkor már jóslófejeseim voltak, de semmi rendszer nem volt bennük, elkezdtek rendszereződni, ez volt vasárnap este 9-kor, én nagyon örültem, hogy na, végre akkor szuper itt az idő, elkezdtünk ugye készülődni, de még ugye azért volt időnk arra, hogy mondjuk megnéztünk egy filmet a tévében, de minden olyan nagyon nyugisan alakult, és elindultunk a kórházba. Na most itt volt ez a pont, ami a második szülésemnél is bekövetkezett, hogy a tudatalattim valószínűleg a sok készülés és meditáció, vizualizációs gyakorlatok hatására küldött egy képet. Ekkor egy olyan képet küldött, hogy egy úszadékfa vagyok, tehát azt képzeltem, vagy azt láttam, vagy azt értékeltem, nem tudom pontosan mi a jó szó, hogy egy úszadékfa vagyok, amit a tenger hullámai így sodródnak, és tulajdonképpen minden mély összehúzódás számomra azonosult egy érzettel, hogy én egy úszadékfaként így kibesodródok a tenger hullámaival. Egyébként nagyon jó érzés volt, mert azt éreztem, hogy nekem semmi dolgom ezzel, hanem csak így engednem kell, hogy történjenek a dolgok. Végig elkísért egyébként a szülés alatt ez a kép, úgyhogy semmire nem emlékszem abból, ahogy beértünk a kórházba. És aztán, ahogy elkezdtem vetkőzni, hogy a doktornő megvizsgáljon, hogy hol is tartunk, elfolyt a magzatvíz, és még ezt a magzatvíz áramlást is valahogy úgy éltem meg, hogy hát ezek is a tenger hullámai, tehát hogy annyira beleoldódtam ebbe a képbe, hogy egy pillanatra sem térítette el semmi. Ami fontos, hogy a kórházi felvételen már nekünk nem kellett bajlódni, mert többek közt, ugye ezt is én már előre kitöltöttem az összes papírt, hogy ne kelljen ezzel foglalkozni. Onnantól számítva egyébként éjfél volt, mire beértünk a szülőszobára, és mikor is született? 3 óra 25-kor született a kisfiam, tehát igazából egy 3,5 órát töltöttünk ott. Ami még nagyon megmaradt az első szülésemből élmény, hogy amikor a toló fájások, szándékosan nem használtam egyébként ezt a szót soha, akkor meg azt éreztem, mintha
a világ összes női energiája egyszer csak így elért volna engem, és az a döbbenet, hogy ezt az erőt, ezt az én testem fejti ki, és hogy én erre képes vagyok, és mindezt úgy, hogy nem akarom, nem én akarom, hogy ez most történjen, hanem rajtam kívül egyszerűen a testem tudja és végzi a dolgát. Hát ez egy döbbenetes élmény volt, és valahogy azt éreztem, és azóta is azt érzem, hogy ha erre egy nő képes, akkor mire nem? Tehát, hogy így, tehát, hogy ekkora erőt ezt... Ez szerintem egy, és nem is tudom, hogy az életünk más pillanataiba ezt tapasztalunk-e egy ekkora, biztos nagyon ritka pillanat, ugye a szülés erre tökéletesen alkalmas, úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. Egyetlen egy olyan pont volt ebben a szülésemben, amikor felmerült egy esetleges császármetszés lehetősége a doktornőm részéről, amikor már teljes volt a tágulás, viszont még mindig magasan volt a kisbabámnak a feje, nem illesz be, és azt mondta a doktornőm, hogy ez záros határidőn belül nem történik meg, akkor, hát akkor sajnos muszáj lesz beavatkozni. Kiment a szobából, és akkor a szülésznőm volt az, aki mindent értett, és ő pontosan tudta, hogy nekem mi a szándékom, és összesen 3 pozícióváltással segített, és mire a doktornőm visszajött, már beilleszkedett a fejeske, és onnan már igazából egyenes úton mentünk. Az aranyóránk csodálatos volt, tehát ott igazából semmi probléma nem volt, még magzatmázasan került rám a Bence. Ugye első szülés révén ott még rásegítették a cicimre, tehát ott nem várták meg azt a természetes folyamatot, hogy ő fölkusszon, vele már ez is megvolt, ez az élményem is. De első pillanattól ment a szoptatás, tehát egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt számomra ez a szülés, és azt gondolom, hogy azt az önbizalmat, ami utána végig kísért az ő, amikor hazamentünk, meg az ő cseperedése során, azt biztosan ennek köszönhetem, ennek is köszönhetem. Aztán ugye elkezdtünk dolgozni a kistesón, szerencsére gyorsan érkezett. Ugyanúgy készültem a második szülésemre is, mint az elsőre. Azt lehet mondani, hogy talán még tudatosabban, ugyanezzel a módszerrel. Az egyik relaxációm során, az egyik ilyen szülésre készülő relaxációm során a tudatalatti megint küldött egy képet, most egy teljesen más képet, mint az első szülésemkor. Most egy tengeröből képét küldte, ahol egy ilyen kőből kivált barlang volt, és a barlang nagyon kellemes volt az egész kép, tele volt buja zöld növényzettel, maga a kőbe vált barlang is, puha homok volt az alja, virágszirmok, levelek mindenütt, és valahogy így tudatosult bennem, hogy ez nem lett más, mint az én ősasszony barlangom, és nagyon érdekes volt, hogy én erre nem készültem, hanem ez a kép így egyszer csak bekúszott az agyamba, és onnantól kezdve minden egyes relaxációm során pillanatok alatt ott teremtem. 11-re jött a nagyi, a Bencét felügyelni, a nagyobbik fiamat felügyelni, és én egyből elvonultam relaxálni. Ugyanígy azonnal az ősasszony barlangomba kerültem, és egy nagyon hosszú és nagyon mély relaxációba merültem. Közben egyszer csak azt éreztem, hogy nagyon jó lesne a fitball labdára ülni, és azon folytatni tovább, úgyhogy átültem, ringatoztam, aztán lementem a talajra, ott rátámaszkodtam a labdára, tovább ringatoztam, ugye ez még mind otthon volt. És aztán egyszer csak az zökkentett ki ebből a gyönyörű relaxáció, hogy a kisfiam borzasztóan elkezdett sírni, és akkor kirohantam a teraszra, hogy mi történt. Leültünk a kanapén szopizni, és én onnantól kezdve egyébként egy nagyon-nagyon mély állapotban voltam, szinte ilyen álomszerű jelenlét tört rám. Ugye a mellbimbom ingerlése miatt egyszer csak ilyen nagyon rendszeresekké váltak ezek a mély összehúzódások, és ez volt ez az első pillanat, amikor azt éreztem, hogy na, talán akkor itt van most az idő. Úgyhogy elindultunk, az egész útra nem emlékszem. A doktornő mosolygósan fogadott, és most itt megragadom az alkalmat, és azt is elmondom, hogy most ennél a második szülésemnél, nyilván kiindulva az első szülésemből, ő is teljesen máshogy állt már hozzám, és egyáltalán nem azt az orvos-páciens viszonyt éreztem az egész várandós gondozás során sem már rajta, hanem szinte, mintha a barátnőm lenne, akivel egy nagy dologra készülünk, és ugye
ugye ez a nagy dolog, ez az én szülésem, úgyhogy ő roppant empatikus volt, és nagyon bízott bennem, és tudta, hogy meg fogom tudni csinálni, úgyhogy ezúttal egyébként egyáltalán szóba sem került a szülésindításnak a gondolata sem, pedig hát ugye az a második kisfiam is ugye 40. hét után született, annyit mondott, hogy már csak a pereme látszik a mészájnak, és kérdezte, hogy milyen helyzetet szeretnék választani, ráültem a szülőlabdára, aztán később a szülőszékre fölmásztam, és hát itt történtek a dolgok, de én végig befele fordultam. Egyébként a férjem az mindkét szülésemnél jelen volt, és ő nagyon támogatott, nagyon sokat segített, tehát simogatott, szorította a kezemet, amikor kellett. És valahogy elérkeztünk odáig, hogy akkor már toló ingerek is érkeztek. És ami nagyon nagy különbség volt, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt is megélhettem az első szülésemhez képest, hogy ott annyira nem figyeltem, vagy nem voltam tudatos, és nem éreztem ezt a kilökő reflexet, amiről annyit hallani, hogy a kitolásnál ugye nem is tolni kell, hanem egyszerűen engedni, hogy kilökje a test. És ezt most sikerült megéreznem, ahogy érkeztek ezek a nagyon heves, elképesztő erejű összehúzódások, akkor ugye én egy mély lélegzetet vettem, így lefele toltam a légzés energiáját, és egyszer csak elkezdtem érezni, hogy így hullámzik a testem. Nem is emlékszem, hogy hány fájás? Tehát fájásnak köze nem volt ez az érzéshez, amit én akkor éreztem. Nem tudom, hogy hány ilyen összehúzódás volt, de nagyon hamar megszületett a kisfiam, tehát egy óra körül értünk be a kórházba, és 14:30 már a kezemben volt. És ami szintén különbség az első szülésemhez képest, hogy ugyanúgy most is ugye magzatmázasan tették rám. Most ennél a szülésemnél ugye semmilyen siettető praktika nem volt, ugye az első szülésemnél említettem ezt a bábakoktélt, ugye most erre sem volt szükség, mert nem fenyegetett a doktornőm a szülésindítással, hanem tényleg meg tudtuk várni ezt a pillanatot, amikor ő magától elindul. Ennek megfelelően nem is sírt föl a születése után, teljesen pozitív életjelenségeket mutatott, tehát nem azért nem sírt föl, mert baj van, hanem egész egyszerűen azért, mert nem volt trauma számára a megszületése, fel volt rá készülve, és ahogy oda rátették a hasamra, most azt is megtapasztaltam, hogy tényleg fölkúszik a kisbaba a születése után a ciciig, és hihetetlen érzés volt, hogy mire képes tényleg az ösztön, hogy ő ösztönösen ugye megtalálja. Mindeközben ugye megszületett a mélepény, én vágtam el a köldökzsinort, egyébként az első szülésemnél is én vágtam el, mert nekem ez fontos volt, és a párom engedte, hogy valahogy nekem kellett elbúcsúznom ettől a mindkét esetben teljesen tökéletes várandóságomtól. Igazából meseszerűen alakult, és szerintem szebbet nem is kívánhattam volna. Most a második szülésemnél egyetlen egy dolgot szerettem volna másként, tudatosan, az a kórházi bentlét, tehát én nagyon szerettem volna minél hamarabb eljönni a kórházból, és akár ambuláns szülést is szerettem volna, egyébként ennek utána jártam, és minden szükséges papírt beszereztem, tehát igazából nem lett volna akadálya. A csecsemős osztály az nem állt olyan jól ezekhez a dolgokhoz, és kiderült, hogy ez a PKU vizsgálat, ez az anyagcsere vizsgálat az, ami miatt végül is 48 órát ma Magyarországon bent kell tölteni, bár egyébként azóta megtudtam, hogy ezt is kórháza válogatja, mindegy, ebben a kórházban bent kell tölteni 48 órát, viszont mivel azt kértem a szülési tervembe, hogy egyetlen pillanatra se legyen tőlem távol a kisbabám, nem kellett fürdetésekre leadnom, az összes orvosi vizsgátnál ott voltam vele. Tehát tulajdonképpen úgy éreztem egyébként, és nincs bennem semmiféle csalódottság, mert úgy érzem, hogy ennyi aprócska kellemetlenség végül is teljesen belefért ebbe a nagyon szép és nagyon kerek szülésélménybe. És mindezzel együtt én nagyon-nagyon hálás vagyok a kórháznak is egyébként, mert azt gondolom, hogy nagyon ritkán futnak bele ilyen rigolyás nőbe, mint amilyen én voltam a szülésem során. Ami végül is így a végszó lehet számomra is, hogy nagyon megerősítette a hitemben, hogy kórházi körülmények között is lehet teljesen háborítatlan szülésélményben az embernek része.
Amit viszont biztosan tudok, hogy ehhez a nő is kell. Tehát kell az a tudatos felkészülés, a tudatos orvosválasztás, a tudatos szülésznőválasztás, kell a szülési terv, mert azt gondolom, hogy onnantól veszik komolyan az embert, hogy pontosan tudja, hogy mit akar és mit szeretne. És hát nyilván kell hozzá kórház is, hogy az adott protokoll az mennyire engedi meg. És azt gondolom, hogy már az első szülésem után is, első babás anyukaként is azt éreztem, hogy nagyon nagy önbizalmat és hitet adott a szülés élményem. Valahogy azt éreztem, hogy mivel ezt meg tudtam teljesen valósítani, minden, tehát nem lehet akadály. Onnantól kezdve már az, hogy kicsit sír a baba, vagy tehát, hogy egyszerűen nem éreztem, hogy bármi nehézségem nekem még lehet az életbe anyaként.